Kedves hallgatóink, egy váratlan életveszélyes betegség szét tudja törni az ember életét. Vannak azonban, akiket egy ilyen trauma ébreszt rá, hogy az életért, a korábbi, sőt jobb életért érdemes küzdeni. Egy ajkai születésű, egykori tanítónő saját életében is megtapasztalta, mit jelent egy súlyos betegség. A küzdelem az egészség visszanyeréséért, mekkora erőt ad a szeretet a támogató család, barátok. M. Nyírő Mária 29 évesen, épp a születésnapján kapott sztrókot. Küzdelmes hónapok következtek, hogy ismét megtanuljon sok mindent. Többek között stabilan járni, korábbi teljes szókincsével beszélni. A telefonnál M. Nyírő Mária. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. 29 éves voltál, amikor egy barátoddal ajkáról Budapestre tartottál, és egyszer csak rosszul lettél. Hogyan emlékszel arra a napra? Hány évvel ezelőtt volt az? Hát most október 2-án ünnepeltem a 40. születésnapomat, úgyhogy hál' Istennek ez már az elég régi múltam. De nagyon-nagyon élesen emlékszem, mert hát azért egy ilyen drámai helyzet azért beleivódik az emberbe. Budapestre tartottunk igen busszal, és, vagyis vonattal, és arra emlékszem határozottan, hogy egy beszélgetés közben voltunk, és egyre nehezebben találtam a szavakat. Tehát beszélgettünk, és nem jöttek ki azok a szavak, amivel válaszolni szerettem volna. És hát ilyen módon megérkeztünk igazából a déli pályaudvarra, és egy metró átszállóban már azt tapasztaltam, hogy az embereknek így az arcának a jobb oldala így mindenkinek elmoskodott, így elfolyt, mint egy ilyen rettenetes zombi filmben lettem volna. És csak arra tudtam koncentrálni, hogy valahogyan nekem haza kell jutnom, ki kell szállnom az aluljáróból, és hazafele, hogy sétáltam, akkor felhívott egy barátom szülinapi köszöntés gyanánt, és hát neki már össze-vissza beszéltem, tehát nem azok a szavak jöttek, amiket szerettem volna mondani, és szerencsére ő egy olyan fiatalember volt, aki gyógyszerész és orvos családból származott, és ő már a telefonban ennyit mondott, hogy úristen, sztrókod van, hagyd nyitva az ajtót, jövök a mentővel. És én tényleg így tettem, tehát nyitva hagytam a lakás ajtaját, vártam, hogy megérkezzenek, és mire megérkezett a mentő, addigra már gyakorlatilag nem tudtam járni. A kanapén feküdtem, már nem mozogtak a kezeim, a lábaim, és igazából már nem emlékeztem a nevekre, tehát nem emlékeztem annak a nevére, akivel beszéltem, a szüleim nevére, így a gondolatok is kezdtek teljesen ilyen torzak lenni a fejemben, nagyon rémisztő érzés volt, úgyhogy mire a mentősök megérkeztek, már csak annyi történt, hogy sírtam, és nem tudtam semmire reagálni. Ők elszállítottak engem az egyik budapesti kórházba, ahol igazából az történt, hogy azt mondták, hogy hát biztos drogoztam, vagy drogot fogyasztottam, mert szülinapom volt, és bíztattak, hogy egy kicsit térjek magamhoz, és egy nyugtatót adtak. Szerencsémre az a fiatalember eljött a mentősökkel, és ő mondta mindenkinek, hogy én nem ilyen típus vagyok, tehát biztos, hogy itt nagy a baj. Úgyhogy javasolták neki, hogy vigyen akkor át egy másik kórházba, ahol van MR készülék, és ott derült ki, hogy egy elég nagy területen a bal kis egyharmadát érte ez a sztrók, elhalás van, egy rög volt az oka, és hajnalban arra tértem magamhoz az egyik kórházban, hogy rohannak oda hozzám, hogy vérhigítót adjanak. Mi történt ezután? Tehát hogyan viselted a kiszolgáltatottságot? Melyik volt a legnehezebb időszak? Megmondom őszintén, hogy azok voltak a legfurcsább érzéseim ebben, amikor édesanyám, mindig azt szoktam mondani, és most biztos, hogy zokogni fog, amikor ezt hallja, mert mindig újra ő is átéli ezt velem, amikor erről nyilvánosan beszélek, vagy interjút adok róla. Ő kétszer adott nekem életet, és ő volt az, aki nagyon felkarolt, felköltözött hozzám, és járt be hozzám a kórházba, és ez nagyon emlékezetes nekem, és megható, hogy sétáltatott engem az édesanyám a kórház udvarán, tehát ott próbálta, hogy ugyanúgy tudjak járni. Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt gondolja az ember, hogy amikor gyerekként a szülei látják, hogy tanul estekelve járni, akkor legközelebb egy ilyen helyzet fordítva lesz, amikor
mi fogjuk a szüleinket segíteni és támaszai lenni, amikor idősek leszünk, és ehhez képest történik egy ilyen élethelyzet, amikor újra ott van az édesanyám, és 29 évesen gyakorlatilag újra tanít járni. Tehát azért ez így nagyon bennem maradt, illetve azok a pillanatok, amikor nem jutottak eszembe szavak, és én így mindig a szavaimra, vagy így a szókincsemre ilyen büszke voltam, és hát nem jutott eszembe, hogy infúzió, és ott morgolódtam, hogy ez a valami itt fölöttem, ami lóg, és mérges és dühös voltam rá, hogy ezeket még nem tudom, és akkor biztattak, hogy ez vissza fog jönni. Meg hát maga a körülmény, hogy az ember 29 évesen bekerül egy neurológiai osztályra, ahol gyakorlatilag csak nyugdíjas idősebb emberek vannak, hiszen az ő életkorában ez egy abszolút nem jellemző betegség. Ki is mondták, hogy ez valahol még most fehér holló effektus, ami velem történt. Mária, amikor én hallottam a te történetedet, akkor én azt gondoltam, hogy ezt meg kell mutatni a hallgatóknak. Majd kiderül, hogy miért is. Tehát nem csak amiatt, hogy 29 évesen ért téged ez a betegség, és felhívjuk a figyelmet a hallgatóknak, hogy a jelekre figyeljenek oda, hanem más dolog miatt is, de ezt még nem áruljuk el majd a beszélgetésünk második felében. De visszatérve ahhoz, hogy amikor meghallottam a történetet, és ugye eszembe jutott az, hogy beszéljünk mi erről műsorban, élő műsorban, az volt az első kérdésem, hogy a hölgy mennyire jól beszél. Ugye egyértelmű, hogy a történeted alapján az ember azt mondaná, hogy valami maradványnak kell lennie, hiszen fantasztikus javuláson kell ahhoz átmenni, hogy úgy beszélj, ahogy most beszélsz. És ennek kapcsán szeretném kérdezni, hogy jutottál el, hogy szinte teljesen egészségesen kommunikálsz, tehát ez egy orvosi csoda, ez a te csodád, vagy pedig rengeteg munka van mögötte. Tehát itt a gyógytornászra, a logopédusra gondolok. Hát igen, ugye attól is függ, hogy ez a stroke, ez hol éri az embert, tehát hogy az agyon belül melyik területet érinti. Nekem gyakorlatilag a szerencsétlenségben mondhatjuk, hogy szerencsém volt a bal kis agyammal, mert ez az egyensúlyi központ. Úgyhogy nekem az elsődleges és legnagyobb probléma az a járásommal és az egyensúlyom megtalálásával volt. Ebből ma már annyi van vissza, hogy a frontok idején, vagy ha nagy szél van, akkor annyiban érzem, hogy ilyen szédelgős, vagy egy kicsit ilyen zavartabb is vagyok, illetve fejfájós lettem. Ennyi maradt vissza, egyébként ez valóban a csodával határos. Azt szokták mondani, hogy ebben az fontos tényező volt, hogy engem fiatalon ért, és fiatalon még könnyebben is regenerálódik egyrészt a szervezet, másrészt pedig hát a járásom az több mint egy év gyógytorna volt, azon túl, hogy hát ebből fél évig nem is tudtam munkahelyre sem visszamenni, mert olyan erős migrényeim voltak, hogy szinte heti egy-kettő, hogy nem lehetett a sötét szobából kimozdulni. Az első, azt mondom, hogy 3 év az így nagyon nehéz volt, és utána mindig is fokozatosan rendeződött, és utána álltam arra a szintre be, hogy most már így kommunikálok, a járásomon sem lehet észrevenni. Tehát gyakorlatilag, aki mondjuk velem találkozik ismeretlenül, az nem mondja meg, hogy én egy ilyen dolgon keresztül mentem. Ez igen a gyógytornának, a családi támogatásnak, annak a lehetőségnek, hogy akár azokban a hónapokban otthon tudtam lenni, ez anyagilag meg lehetett oldani, és szeretet és biztatás vett körül, és azt hiszem, hogy azt is elmondhatom, hogy önmagamnak, vagy a saját lelki erőmnek is nagyon sokat köszönhetek ezt. Ezt így kimerem mondani, mert azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen hozzá, hogy az ember nagyon akarjon élni, és ne legyen benne az, hogy ebből nem jön ki. Mert nekem egy pillanatig nem volt az, hogy azt éreztem volna, hogy én ebbe bele fogok ragadni, vagy hogy nekem itt vége van. Nem azt gondoltam, hogy itt vége van, hanem már a nem tudom hányadik hónapban azt kérdeztem az orvosoktól, hogy lehet-e gyerekem. Tehát, hogy így már előre néztem az elejétől. Én azt gondolom, hogy ezek összességének köszönhető, hogy most így beszélgetünk. Igen, megkérdezted ugye akkor az orvosokat, hogy lehet-e gyermeket, tehát hogy nem csak nagyon akartál érni, hanem nagyon-nagyon szerettél volna a gyermeket is, de hát az orvosok azt mondták, hogy nem lehet. Ez így van. Úgy szoktam fogalmazni, ez így saját definíciója ennek a 6 évnek, hogy kórházturizmusban vettem részt, mert orvosról orvosra jártam az országban.
nőgyógyászokhoz, neurológusokhoz, rengeteg magánpraxisra, hogy mondjanak valamit, hogy hát én ezt persze, hogy túlélem, mert hát nincs más, de hogy nem tudom elképzelni, hogy ne legyek édesanyja, hiszen ott voltam 29 évesen, tanítónő voltam, a mesék már akkor a fejemben voltak, egyszerűen elképzelhetetlen volt számomra, hogy ne legyen gyermekem. Ez egy olyan dolog volt, amire talán jobban vágytam, de saját életemre, de nyilván az is kellett hozzá, hogy én ott legyek és egészséges legyek. És aztán 6 éven keresztül végighallgattam, sokszor sírva, hogy ne, mert ugye a terhesség az hormonháztartás felborulásával jár, ami stroke kockázat, illetve mivel innentől kezdve nem derült ki, ugye, hogy mitől lett gyakorlatilag ez a stroke, ezért életem végéig vérigítót kell szednem, vagyis klopidrogélt, és hogy az pedig vetélést okozhat, mert nem hagyhatom ugye abba. Úgyhogy ennek a pszichés és egyéb újabb stroke, még nagyobb probléma, ezeket lebegtették így előttem, és aztán egyszer csak eljutottam egy pont, amikor azt mondtam, hogy nem megyek több orvoshoz, hanem lesz egy gyerekem. De ezért nem volt könnyű terhesség, hiszen egy nem. Betegség szintén jelentkezett. Mi is volt ez? Igen, így van. Tehát a kislányom, ő vele már nagyon sokat beszélgettem, amikor még a felhőn csücsült, és Istenhez is, hogy nagyon szeretném őt. Természetesen mindig elmondtam azt is, hogy abban az esetben, hogyha egészségesen fel tudom nevelni, hogyha ez nem lehetséges, akkor én nem akarok egy kislányt, vagy egy kisfiút úgy megszülni, hogy esetleg árván vagy félárván kelljen felnőni, úgyhogy az imáimban ez mindig valahogy így konkrétan szerepelt, hogy nagyon szeretném, de hogyha, csak akkor, hogyha én egészséggel fel tudom őt nevelni. És aztán megfogant a kislányunk, és hát 9 hetes terhesen nagy érgörcsöm volt. Ez azzal járt, hogy egy újabb beszédzavar következett, és úgy láttam, mintha a jobb kezem az nem a sajátom lenne. Ez egy ilyen idegen testérzés volt, nagyon rémisztő. Hát természetesen egyből kórház, aláíratták a papírt, hogyha komolyodik a helyzet, akkor engem mentenek, mert ő még nagyon pici, és akkor ebben a helyzetben még nyugtatót kaptam, mert ilyenkor ugye a stressz az ront a helyzeten. Szerencsére nem lett belőle újra trók, hanem tiának, tehát agyérköcsnek minősítették, ami azt jelenti, hogy egy pár óra múlva elmúltak ezek a tünetek. Megfigyeltek egy pár napig, de hát közölték, hogy igazából nem tudják, hogy innentől kezdve mi legyen a terhességemmel. A nőgyógyásztom ő visszalépett, hogy nem vállalja innentől kezdve, mert nem tudja ezt szakmailag hogyan megtámogatni, és hát kérték, hogy az országos trombózis központba jelentkezzek be, és kérjek tanácsot, mert nem nagyon van rá precedens így Magyarországon belül, hogy egy sztrókon átesett nő terhességével mit is lehet kezdeni. Ahogy említettem korábban, ez a fehér holló effektus. Nincsenek rá statisztikák, nincsenek rá adatok. Nem tudnak mihez nyúlni, és nem mernek nagyon mit ezzel kapcsolatban leírni. Úgyhogy aztán jött a trombózis központ, jött egy hát Krexán injekcióval kellett végigszúrnom a terhességemet, és gyakorlatilag minden szombaton énekeltem boldog szülinapoddal a pocakomnak, hogy boldog 26. heti szülinapot, vagy 27. és nézegettem, hogy egy kis füzetkébe, hogyha most történik valami, akkor egészségesen születik meg, vagy még nem, tehát gyakorlatilag ilyen nem. És egészségesen megszületett egy gyönyörű szép kislány. És milyen érdekes, hogy említetted azt, hogy ugye nagyon édesanyja szerettél volna lenni, és a felhőn csücsülő kislányoddal egyfolytában beszélgettél. Ez a fantáziai életszeletekből született meg, aztán egy könyv, és ugye utaltam rá, hogy fogunk mi még beszélgetni a betegségen kívül másról is, de ez azért összefügg egy picit a betegséggel, mégpedig a könyvírás, az írás, és hát ezek a mesék, ugye a felhőn csücsülő kislánynak szóló mesék, a pannós mesék még nem kerültek kiadásra, de van egy könyved, amellyel megjelentél másfél évvel ezelőtt a könyvpiacon, és nagyon nagy sikere lett a Varázsmag Szövetsége, és hát ez duplán ad, azt gondolom, az embereknek, hiszen egyrészt egy gyönyörű mese a gyerekeknek, és a második részben pedig az, hogy egy teljes magyarországi könyveladásból származó bevételt felajánlottad, mert ugye
Te fogalmaztad, olvastam, hogy akit megsegítenek, az adja vissza. És te úgy érzed, hogy megsegítette a Jóisten az élet, hogy ott van melletted a kislányod, egészséges vagy, és itt az ideje, hogy mindezt viszonozd. Na akkor beszéljünk egy picikét a könyvről, az írásról, azt már tudjuk, hogy miért kezdtél el írni, tudjuk a Pannus mesék történetét, de mi a helyzet a Varázsmag Szövetséggel? Igen, hát 2021 novemberében a Manó Könyv kiadónak hála az ő gondozásukban megjelenhetett ez a mesés kalandregény, ami egyébként hát 8-11 éveseknek, tehát az alsós kezdő olvasó korosztálynak szól. Egy bátortalan, félős kislány áll a főszerepben, akihez majd társul egy vagány fiú, és igazából az alaptanulsága ennek is az, ami talán az életemből is merített, hogy bátornak lenni nem azt jelenti, hogy az ember nem fél, hanem hogy szembeszáll a félelmeivel, és önmagában legyőzi őket, és valahol erre nevel ez a könyv. De még nagyon sok más dolog is elrejtődött benne, vagyis elrejtettem benne, hiszen a pedagógus sem tudom magamból kiszedni most már, meg az édesanyát sem, és ezért minden fejezet végén egy kis szövegértési feladatot, illetve egy kis beszélgetés indítót is elrejtettem. Nekem nagyon tetszik ez, nem a szövegértési, az is nagyon jó, mert ugye említetted, nem bújsz ki a bőrödből, hiszen tanítónő vagy tanítónéni végzettsége el, de az, hogy közösen tudunk beszélgetni egy könyvről, néha azért a mostani felnőtteknek ez nagyon nehéz, hiszen nagyon felfokozott állapotban vannak, tehát még a mi szüleink úgymond egy picikét nyugodtabban tudtak akár esti mesét olvasni is, és tudtunk beszélgetni, a mai felnőtteknek azért nem biztos, hogy akkora nagy probléma, hogy nyújtunk egy mankot. Hogyan fogadták ezt a szülők? Élnek a lehetőséggel? Mert szerintem ez a legfontosabb üzenete, az egyik legfontosabb üzenete ennek a könyvnek. Igen, köszönöm szépen. Nagyon szeretik a szülők, és a pedagógusoktól is nagyon sok visszajelzést kapok. Most már egyre több könyvtárban is, amikor belépek, akkor mondják, hogy képzeljem el, hogy felkerült az ajánlott könyvek listára, mondjuk a nyári olvasmányoknál, illetve pedagógusoknak is segítséget nyújtottam, mert a honlapra föltettem minden részhez ilyen ingyenesen letölthető feladatlapot, és ezekkel a kérdésekkel együtt, ami a szövegértés, a feladatlap és ez a beszélgetés, ezzel már gyakorlatilag fel tudnak dolgozni egy könyvet. A szülők nagyon örülnek ezeknek a beszélgetésindítóknak, mert gyakran olyan dolgokat tudnak meg a könyvön keresztül a saját gyerekükről, hiszen ugye ezek arról szólnak, hogy a résszel kapcsolatban, az adott fejezettel kapcsolatban van egy kérdés, de mégis az olvasójáról, tehát a gyermekről fogunk többet megtudni, akár azt, hogy mondjuk kivel beszéli meg ő a titkait, vagy ki a legviccesebb a családjában, és gyakran olyan dolgok is felszínre kerülnek, amiről mondjuk a szülőkkel még eddig nem beszélgettek, és jönnek a visszajelzések, hogy de jó. És igazából igen, felfokozott világban élünk, és én is ezért gondoltam erre, mert tanítónéniként is látom, szülőként is látom, hogy nagyon kevés időnk jut a valós beszélgetésekre a gyermekeinkkel. És azt gondoltam, hogyha így az esti mese idején egy részre csak minden este leülünk, és együtt olvassuk velük, és aztán egy picit beszélgetünk, akkor már ezt a kis napi szeretett magot, ezt már el tudjuk bennük vetni, és ott összebújva egy kicsit egymásra tudunk hangolódni, ami egy csoda. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy az életem úgymond legkiegyensúlyozottabb időszaka az volt, amikor a gyereknek esti mesét olvastam, mert tényleg igaz az, hogy az ember maga is megnyugszik. Tehát ott tényleg leenged, együtt olvasnak, összebújnak, tehát ez egy csodálatos időszak. Nem is értem azokat a szülőket, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, mert nem csak a gyereknek adnak, hanem nagyon sokat adunk saját magunknak. Most egy pici önző megjegyzés, de én azt gondolom, hogy ha boldog anya, akkor boldog gyerek, ugye mondják, tehát talán nem is annyira önző. De említettem, Mária, hogy a teljes magyarországi könyveladásból származó bevételt felajánlottad, hát csodalámpa, ugye? Csodalámpa alapítvány, igen, szeretnéd segíteni, miért pont ők? A sorsra bíztam. Nagyon vártam egy megérzést, hogy hova kell ezt majd adnom. Tehát a könyv már a kiadónál volt, én még nem tudtam, hogy hova fog kerülni, és akkor egyszer csak jött egy e-mail, amiben benne volt az egyik szolgáltató, hogy hát váltunk online ügyintézésre, akkor ennek az alapítványnak ebből ennyi és ennyi összeget át tudnak utalni, és akkor, amikor megláttam ezt a nevet, hogy Csodalámpa Alapítvány, akkor jött egy ilyen belső késztetés, és rájuk kerestem az interneten, és akkor az első mondat az volt, hogy
életveszélyesen beteg gyerekek kívánságait teljesítik. És akkor tudtam, hogy ők azok. Tehát a gyerekek, a segítség és egy ajándék, tehát ez mindaz, amit én szerettem volna, csak még nem találtam meg, hogy ők kik. És aztán felvettem a kapcsolatot a Csodalámpal alapítvánnyal, és nagy örömmel fogadták ezt a felajánlást, meg is lepődtek rajta egy kicsit, hogy nem cégként, hanem így magánemberként egy ilyen dolog mögé állok, és hát ők is elmesélték az ő történetüket, hogy ők miért és hogyan alakultak, én is elmeséltem az én történetemet, és egy ilyen közös pityergésből megszületett a támogatási szerződésünk. És így fél évente nekik átutalom azt az összeget, ami az én jogdíjam. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk. Az elmúlt percekben M. Nyíró Máriával, tanítónővel, íróval beszélgettünk. Köszönöm szépen, vigyázzatok magatokra! Én is köszönöm. Azt szoktam mindig mondani a videócsatornám hallgatóinak, hogy a mesék és a csodák legyenek veletek minden nap, úgyhogy a hallgatóknak is ezt üzenem. Legyen így. Köszönöm, Mária! Köszönöm én is!